Adószámla kivonatot 2017-ben csak az kap, akinek legalább egy adónemben 2000 forintnál több tartozása vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok alapján. A kivonat mellett késedelmi pótlék értesítőt is találhat a postaládájában az, aki fizetési kötelezettségét 2016-ban nem vagy csak késve teljesítette. A most érkező kivonatokon az adó- és vámfolyószámlák egyesítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén a 17-17-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez. Azok a magánszemélyek, akik 2016. január 1-e, illetve 2017. június 12-e között valamilyen elektronikus adatszolgáltatást tettek a NAV felé, vagy pedig a bevallásukat így nyújtották be, illetve azok az adózók is, akik elektronikus bevallásra kötelezettek, már nem kapnak papíralapú folyószámla kivonatot. Ők az elektronikus tárhelyükön tekinthetik meg az ügyfélkapun keresztül a folyószámlájuknak az alakulását, és természetesen a pótlékértesítőt is itt tekinthetik meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei azt javasolják, az adószámla kivonatot, illetve a pótlék értesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítani saját nyilvántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött tájékoztató segíthet. Eltérés esetén észrevételt lehet tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy telefonon a 0680 20 21 22-es telefonszámon, esetleg írásban a NAV ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerén keresztül. Ebben a NAV honlapjáról letölthető és kiküldött kivonatokhoz csatolt észrevétel adószámla kivonatra és a kapcsolódó késedelmi pótlék értesítőre elnevezésű nyomtatvány segít.